Olyan emberek, amin a szó lesz, az pedig az, hogy tudjuk, hogy Bud Spencer meghal. De... mert úgy emlékezünk rá, mint egy... egy rossz emlék, hogy meghalt, hanem emlékezünk azokra a dolgokra, amik... amik tényleg... nagyon jók voltak. Nagyon szép emlékek voltak, mint például az összes filmet, én az is filmiért láttam, tényleg. Bud Spencer és Terence Hill filmeket az összeset láttam. A Balázs Jótól elkezdve, a Kincs, ami nincsig. Hát én mindéket imádom. Szeretem mindéket, a Kincs, ami nincstől, a Bud Spencer egyedi filmekig, mint például a... melyiket mondjam, olyan... a Piedónét is nagyon szerettem például. És nekem konkrétan, nem csak nekem, de sok emberek, hogy például az ilyen korrekt már ez a Kincs, ami nincs, meg a Bud Spencer, az nagyon ismert volt. Magyarországon főleg én nagyon imádtam ezt a fickót. Hihetetlenül szerethető fickó, fiú volt, amit játszott, az is nagyon szerethető volt. Egy kicsit ilyen irónikus, kicsit cinikus, de jó szívű ember a filmekben. Ismertük meg a Bud Spencert, és nem csak azért, mert mi azért most azért vlogok róla, mert meghalt, hanem azért, mert tisztán, nagy tisztel vagyok, és nagyon szeretem a munkásságát. Minden filmjét megnéztem, mert nagyon szerettem az összes filmjét, és csak áldozattal, vagyis szép szolgattók rá mondani, natívákat, hogy mennyire szeretem a Bud Spencer filmeket. Nem akarok tovább itt narratíválni a dolgokat, hanem elmondok tényleg, hogy ez a generáció, meg az előtte van a generáció, meg utána van a generáció is ismerte Bud Spencert és tisztelte, én nagyon tiszteltem. Nagyon szerettem, mint színész. Tehetségest tartottam, ha bár csak ugye Olaszországban és Magyarországon futott be, meg van még egy országon befutott, nem lett világhíres, de ezek a filmek, ezek maga nevében nagyon jók voltak, és vagy például az Ördög jobb is barátkéz, az is egy zseniális spagetti western film, amit hihetetlen, hogy olyan zenéket kompa, például Kincs, ami nincs, az olyan ti, hogy van az olyan? Jó, az jók ezek a zenék, még a fejembe csengek. Összezenét szerintem meghallom, hogy bizonyos filmnek a bizonyos zenéje, akkor már tudom, hogy az olyan Bud Spencer film lehet. Szóval emlékezzünk meg róla is, próbálkozzunk azt mondom, hogy ne szomorkodni, hanem emlékezni rá, hogy milyen zseniális filmeket csinált, és mennyire arra emlékezünk, amikor még élt, ne arra, amikor meghalt, hanem inkább az emlék, amit összehozott, arra emlékezünk inkább, mint a halálán siránkozni. Sajnos, hogy elkövetkező volt már 89 éves volt már, azt hiszem, nem tudom már. És szerintem ebből a bekövetkezett volna, szerintem ez úgy emlékezünk rá, mint egy remek színész, én remek színésznek tartom, még akkor is, hogyha csak pár helyen futott be, szerintem egy-kettő helyen ismert. Én összes filmét szeretem kb. Még amit azt rossznak mondott, Bunyó Karácsonyig is, még azt is szeretem, meg a Piedónétok, ez mindegyiket, mert annyira jók ezek a filmek. És van benne egy nagyon jó kis humor, és szerintem ne hagyjátok ki, hogy ne szosszátok ezt a lehetőséget, nézzétek meg az összes filmjét. Én már láttam ezt a filmet, úgyhogy nem fogom mondani, mert sokszor láttam már, és szépen fogok emlékezni Bud Spencerről, mint színész, ugyanilyen színész, és szerintem nekem mindig kedvenc színészem még, hogyha már nincs közöttünk. Ennyit szerettem volna, nézzétek sok filmet, fel Bud Spencer, Terence Hill filmet, összeütt nézzétek meg, ha lehet, egy kicsit süt a nap, erősen, én szerettem volna, szaszi emberek.